itt van, itt kellettek volna bemenni, zárt a gáz zárni, akinél volt gázfolyás, és állítólag ott a másik órán itt van a hiba, amit meg kellett volna javítani. A gázszivárgást múlt héten pénteken észlelték, amikor az egyik lakáshoz tartozó gázórát cserélték. Akkor derült ki, hogy a közel 50 éves elzáró csapok annyira elavultak, hogy ki kell őket cserélni. Ebből meleg, ilyennel melegítettünk fürdővizet, mert nem szóltak senkinek, nem volt itthon sem. 26 lakásban kapcsolták ki a gázt, és mivel nem indult még be a fűtési szezon, a lakóknak egyelőre csak a meleg vizet kell nélkülözniük. Nagyobb baj, hogy a gázrendszer újratervesztetése és kiviteleztetése összesen 1,5 millió forintba kerül, ami azt jelenti, hogy a közös költségen felül lakásonként 40 000 forintot kell fizetniük a lakóknak. Panasz mégsem emiatt volt, hanem azért, mert senki sem szólt előre nekik, hogy elzárják a gázt. Nagy cég, neki nem jelent semmit az, hogy pénz. Itt vannak öregek, mozgássérültek, kisgyerekesek, két pici pelenkás van, azokat mosni kell naponta. Senkinek nem szóltak, kikapcsolták a gázt, készszények elé állították a közös képviselőt, és ez rettentő rosszul esett mindenkinek. Az EON az életvédelemre hivatkozik, és azt ígérik, mihelyt kicserélik az elavult gázcsapokat, visszaállítják a gázszolgáltatást. Pénteken a kérdéses társasházhoz, a társasház lakói gázszivárgáshoz hívták a kollégáinkat, amit a helyszíni vizsgálat azt mutatta, hogy a belső hálózathoz tartozó közel 50 éves rossz állapotú elzáró csapok okoztak. Ilyen esetekben a szakembereinknek, mivel élet- és balesetveszélyes helyzet állt fenn, nem volt mérlegelési lehetőségük, tehát muszáj volt intézkedniük, és muszáj volt a szolgáltatást felfüggeszteniük. A ház belső vezetékrendszerének karbantartása azonban minden társasháznak a saját feladata, így a közös képviselő felelőssége. Előírás ugyanis, hogy a belső hálózatot 5 évente kell ellenőriztetni. Egyházi Nikoletta azt mondja, rengeteg esetben tapasztalják, hogy ez nem történik meg, ebből adódnak az ilyen jellegű problémák. A Béketér 2-ben lakók tehát előre láthatóan 40 napig lesznek gáz nélkül. Így most azért aggódhatnak, hogy ne köszöntsön be idő előtt a hideg.